és hiába kaptunk az előbb zöldet, ugye? Nézd, meg itt állunk. És most képzeld, ha te bementél volna másodikként. Jó? Tehát a stop tábla az mikor él, amit mondtál? És nem működik a lámpa, tudod? Jó, tehát most a lényeg az, hogy a szabad áthallás nem volt biztosít, hogy nem mehetsz be. Á, én ezt a gödöllőt elengedem, tehát ezt nem fogom csinálni. Tehát figyelj, ha valaki csak délután ér rá, hogy vegyek vele végig egy útvonalon, hallod? Hát lesz, hallod? 100 perc alatt se végzünk egy vizsga útvonalon. Érted? Hihetetlen. És nézd meg, már zöldet kapott jobbról, de nem tud ő sem menni, mert olyan dugó van a hét miatt, meg a gyalogosok miatt. Tehát aki ezt kitalált, ezeket a vizsgaútvonalakat, az elmehetne az anyjába. Jó, mondhatom ilyen szépen a kamerával? Persze. Persze. Hát tényleg. Hát most jobbra mentünk volna, már régó visszamentünk volna abba a körforgóba, az előbb elrontotta. Tudod, hogy nagyon bement. Már megint gyakoroltuk volna. Ehelyett mi történik? Állunk a kereszteződésben, útvonalon kell mennünk. Nem kell, de utána meg fog szölni, hogyha vizsgán nem tudod megcsinálni. Szóval... Na majd most viszont lehet, hogy be tudsz menni. Ha nagyon ráérsz még, Nyugi. Látod, megint dugó van. Tehát amíg ott állnak, mehet az egyes, igen, de nem tudsz bemenni. Tehát most nem, előrébb gurulhatsz egy picit, de megint nem tudsz bemenni, mert ezek állnak. Hát ott nyom vissza a kukunkat. Hova? Hova nem látod, hogy forgalmi torlódás van, ember? Ez egy bukás. Ennyi eszed, hogy lehet? Úristen! Azt a kurva! És akkor még a kamerába bemondja, hogy menjünk. Hova menjünk? Hülye picsa! Hallottad? Hát ez nem normális. Komolyan mondom. Látod, hát hova mentél volna? Nézd!